Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Nagyon örülök a kormány döntésének, hiszen Jászberény város vezetése egyszer már megsarcolta Jászberény lakosságát. 2021 év végéig minden települési adót befagyasztanak, így az adóemelés nem valósulhat meg Jászberényben sem. A város pénzügyi helyzetéről Nézőpont című riportműsorunkban fejtette ki véleményét Balogh Béla alpolgármester és Tamás Zoltán a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője. A tapasztalat szerint ősszel és télen a lakástüzek száma megemelkedik térségünkben is. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. Újabb fordulat következett be a jászberényi adó emelések ügyében, de nem helyi viszonylatban. Hiába gyűjtöttek a vállalkozók aláírást, vagy tiltakoztak a politikai ellenfelek, az adóemelést mégis aláírta Budai Lórend polgármester. Rendelkezése most mégis hatályát veszti, hiszen maga a pénzügyminiszter jelentette be, hogy 2021 év végéig minden települési adót befagyasztanak, így az emelés nem valósulhat meg. A két hete húzódó vita végére ezt tette ki a pontot. A jászberényi adóemelés híre nem csak helyben, de országosan is média figyelmet kapott, a közösségi oldalokon folyó verbális törtékről már nem is beszélve. Jó pár nyilatkozat is reflexió született a témában, ami végül nem változtatta meg az eredeti terveket, mert a polgármester november utolsó napján aláírta az új adócsomagot, ami meglepte a vállalkozói közösséget, mert külön levélben kérték a városvezetőt döntése átgondolására. A vállalkozók által írt levelet a Jász Detektív politikai blog mutatta be. Itt több oldalon keresztül látható, hogy a közös véleményt számos vállalkozó ratifikálta aláírásával. Kerestük az ötletgazdát, de a megkérdezettek elzárkóztak a nyilatkozat elől. Az említett közösségi véleményben a vállalkozók sajnálatokat fejezik ki, hogy a kampányban ígért döntések előtti előzetes kétoldalú konzultáció nem valósult meg, és nem veszik figyelembe a legnagyobb adófizetők véleményét. Az iparőzési adóemelést nem támogatták, pláne a jelenlegi Covid sújtotta gazdasági visszaesésben. Ráadásul a sávos építményadó a jövőben tervezett új beruházásokat sem ösztönzi, hiszen jóval több adóterhet jelentene, mint korábban, miközben Jászpénzáru sokkal alacsonyabb adót vet ki, Jászárokszállás pedig egyenesen elengedi ezt az adónemet, hogy vonzóbb környezetet biztosítson a betelepülőknek. Pedig a települési lehetőségek alapján ennek egészen másképp kellene lennie. Jászberény tulajdonképpen a megyének a húzó települése. Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke szerint Jászberény a nemrég elkészült megyei települési rangsor abszolút bajnoka, amit a következő területfejlesztési stratégia miatt készítettek el annak érdekében, hogy a leszakadó térségek gazdasági hiányosságait majdan kiegyenlítsék. 7 objektív szempontot vizsgáltak meg. A lakosságszámot, a munkanélküliségi ráta friss adatait, az adóerőképességet, az oktatási hozzáférhetőséget, a lakosság kvalitásait és képzettségét, a település egészségügyi alapellátottságát és annak közművesítettségét. Mindezek alapján Jászberény első helyen magaslik ki a megye 70 települése közül. Egy település van Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Jászberény, amely mind a 7 szempont szerint első helyen végzett. Ez azt jelenti, hogy Jászberény tulajdonképpen a megyének a húzó települése, messze megelőzi az egyébként a középmezőny elejében található megyei jogú várost, Szolnokot, és messze vezet a jászságban is, még akkor is, ha bizonyos szempontok szerint adóerőképesség tekintetében például Jászfényszarun megelőzi. Az alelnök szerint ebben az eredményben a lakosság, a vállalkozások, a kormány és a korábbi városvezetés közös sikere is benne van. Nem mindegy, hogy a megye első számú települése ilyen erőforrások mellett hogyan gazdálkodik mindezzel, miközben sokkal rosszabb helyzetben lévő települések mostanában jóval hatékonyabb gazdálkodást mutatnak fel, még akkor is, ha Jász fővárosra számos térségi fenntartó szerep hárul. A következő forráskiosztásnál azt is figyelembe fogják venni, hogy ki hogyan zárta a topos forrásokat. A hatékony gazdaságpolitikához az is hozzátartozik, hogy nincsenek be nem fejezett 800 milliós projektek. És ha 60 milliós többlettel zár egy beruházás, mint nálunk a piaszcsarnok, akkor ki kell használni a rendelkezésre álló forrásokat a megoldáshoz. Ezek nagy hiányosságok Berény gazdálkodásában az alelnök szerint, pláne, hogy a polgármester közgyűlési tagként első kézből értesül ezekről a lehetőségekről. Minden ilyen többletigényt támogató határozattal továbbítottunk az irányító hatóság felé.
Én nem hiszem, hogy annak van helye, hogy a Facebookon üzengessen a polgármester ilyen tekintetben, sokkal inkább annak, hogy szakmai alapon hozzon döntéseket, kerüljenek ezek a döntések a közgyűlés elé, és a közgyűlés, én innen is biztosítom az én szavazatommal is, hiszen én is csak egy szavazattal bírok, ugyanúgy, mint a polgármester úr is, ezt egészen biztosan támogatni fogja, hiszen nem volt rá példa, hogy ne tettük volna még meg. Az alelnök a politikai vélemény nyilvánítástól elzárkózott, de szakmailag nem látja az adóemelések relevanciáját a fentiek alapján. A kormány sem láthatta relevánsnak, mert az este megjelent pénzügyminiszteri rendelet megtiltja az önkormányzatoknak az adóemelést 2021 év végéig. Az, ami itt Jászberényben történik, ez az emberekkel és a kormány szemléletével messze menőkig ellentétes. Szerintem szerepe volt a kormány döntésnek ebben a folyamatban. Pócs János szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben nem teheti meg a város, hogy tovább sarcolja az adófizetőket. A kormány csak helyben milliárdokkal élénkíti a gazdaságot, miközben Jászberény új vezetése átlagosan 3 milliárd adóbevételből sem tud megfelelően gazdálkodni. Éppen ezért örül a kormány döntésének, melynek köszönhetően 6500 adófizető menekült meg az újabb sarcolástól. Sokkal fontosabbnak tartanám, hogyha Jászberény városvezetése egy kapcsolattartást építene ki a gazdasági egységek, a gazdasági vezetők között. Ha ez működne, akkor olyan forrásokat, olyan lehetőségeket tudnánk Jászberényben kihasználni, ami az országban példaértékű. Számos cég jöhetne Jászberénybe, és az az adottság, az a lehetőség, amivel Jászberény rendelkezik, hogyha vele szemben nem ellenfelek, hanem partnerek vagyunk, az egyedi, ezt ki kellene használni. A pénzügyminiszter döntése értelmében tehát 2021 év végéig minden települési adót befagyasztanak, így a Berényi emelés sem valósulhat meg. A két hete húzódó vita végére ezt tette ki a pontot. Továbbá idézzük, sajnos nem rajtunk fog múlni, ha jövőre kevesebb lesz a kátyúzás, ha csökken a rászorulók támogatására fordítható keret, vagy ha leállnak az építkezések, felújítások a Fidesz kormány által generált forráshiány miatt, írt a szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében Budai Lóránt polgármester. Részletesebben erről a pénteki Hír 18-ban hallhatnak. Dobrán Gyula szerint a városvezetői egyeztetés csak egy kinyilatkoztatás volt, és meg sem fontolták a javaslatait az adóemeléssel kapcsolatban. Az önkormányzati vélemények két nagy tábora között helyezkedik el a Mi Hazánk mozgalom, melynek önkormányzati képviselője a legtöbb esetben szavazatával eldöntheti a városi ügyeket. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. A kormány döntött, nem emelhetnek adót a települési önkormányzatok. Szomorú rekord, emelkedett a járványban elhunytak száma hazánkban, és egy kedves adományt vehettek át a Berényi mentő állomás munkatársai. Rövid híreink következnek. A kormány keddeste megjelent rendelete szerint megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket, adómentességeket. A települési önkormányzatok nem vezethetnek be új települési adót sem. Az Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával időközben már hatályba is lépett rendelet a jelenleg érvényben lévő helyi adószabályokat rögzíti, amelyeken 2021 végéig nem lehet módosítani. Jászberény esetében mindez azt jelenti, hogy a polgármester által november 30-án hétfőn aláírt adómódosító csomag nem lép hatályba január 1-ével. A szerda reggeli adatok alapján 4136 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, amivel a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma meghaladta a 225 ezer főt. A járvány kezdete óta a fertőzésben soha annyian nem haltak meg egy nap alatt, mint kedden, hiszen 165 többségében idős, krónikus beteg távozott közülünk, így az elhunytak száma összesen 5142 főre emelkedett. Ezzel párhuzamosan a gyógyultak száma is folyamatosan növekszik, jelenleg 65.880 fő. Az aktív fertőzöttek száma pedig közelít a 155 ezerhez. 7732 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 649-en vannak lélegeztetőgépen. A hivatalos adatok szerint az elmúlt héten zajlott önkéntes célzott koronavírus tesztelésen az óvodákban és iskolákban a pedagógusok 73-74%-a vett részt, és a tesztek 97%-a negatív. A
a vitamin portlásra. Nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük. A KNTH-ban Észak-Magyarországi Lakossági Régió jászberényi dolgozói lepték meg egy jelképes ajándékkal a jászberényi mentőállomás munkatársait. A gyümölcsöt, gyümölcslevet és édességeket egyaránt tartalmazó csomagokat Krisa Sali Szilvia fiók igazgató adta át a berényi mentőállomáson, amit jó szívvel fogadtak. Nagy örömmel fogadtuk, nagyon szerencsére mindennapos gyakorlatilag a valamilyenféle meglepetés a lakosság részéről, cégek részéről, édességek, gyümölcskosarak, van akitől eszközöket kapunk, ózongenerátort kaptunk éppen a múlt héten egy jászberényi lakostól. Úgyhogy gyakorlatilag mindennaposak az ilyen kis kedves meglepetések, amik azért a szolgálatban lévő bajtársaknak igen nagy segítséget nyújtanak és erőt adnak. A bank munkatársai csütörtökön a Szent Erzsébet kórház gyermekosztályára juttatják el ajándékcsomagjaikat. Az önkormányzati vélemények két nagy tábora között helyezkedik el a Mi Hazánk mozgalom, melynek önkormányzati képviselője a legtöbb esetben szavazatával eldöntheti a városi ügyeket. Az elmúlt hetek adóemelési vitáját figyelve megvan a saját véleménye is, melyet elmondott stábunknak. Dobrán Gyula szerint a városvezetői egyeztetés csak egy kinyilatkoztatás volt, és meg sem fontolták a javaslatait az adóemeléssel kapcsolatban. Pedig így hosszú távon szerinte pont a munkavállalókon fog csattani az ostor. Fontos, hogy az interjú készítésének pillanatában még nem ismertük a kormány adóbefogyasztásáról szóló híreket. Véleményem szerint a polgármester játszhat Robin Hoodot, csak ne felejtsük el, hogy a mostani vállalkozók azok a munkavállalókra fogják átterhelni a kivetett adót. Tehát nem a mesében élünk. Dobrán Gyula képviselő szerint a polgármester ismét rosszul döntött. Szerinte csak a rövid távú, gyors pénzhez jutásra koncentráltak, miközben volnának más alternatívák is, melyel nem bőszítik fel a nagyvállalkozókat, akik később ezeket a városvezetési döntéseket is figyelembe vehetik, új beruházásaik letelepítése vagy adóterheik tovább terhelése közben. A képviselő szerint az elsők között a Jászberényből kivonult Electrolux irodaházat kellett volna megvizsgálni, amire nem fizetnek adót. Mivel a bontás nem történt meg az engedély megszületése után sem, így a hatályos helyi adó alá vissza kellett volna helyezni az épületet, ami azóta is újabb bevételi forrás lehetne. De más javaslatokkal is élt a legutóbbi találkozón. Külön kellett volna véleményem szerint a bankokat, az üzemanyagkutakat és a biztosítókat egy külön kategóriába kellett volna magasabb adóval sújtani, hiszen nagy valószínűséggel ők sem fognak kivonulni Jászberényből, és nem a jászberényi embereket fogják elküldeni esetlegesen a munkahelyükről, de akár magasabb adót lehetett volna a bevásárló központokra irányítani. Az önkormányzati képviselő szerint a bevásárlóközpontok egyébként is a koronavírus járvány nagy nyertesei voltak, így az extra bevételből a nagyobb mennyiségű helyi adó is elvárható. Közben pedig a helyi kereskedők, szolgáltatók terheit ezzel párhuzamosan lehetne csökkenteni, amit már át lehetne vezetni a 2021-es költségvetésen is, amiben az eddigiek alapján szerinte nem lesz beleszólásuk. Hosszú idő, ami hátra van, ez folyamatosan azzal fog telni, hogy ezen kell gondolkozni, hogy visszavonjuk ezt, átgyúrjuk majd az egész költségvetést, amit elénk raknak. Valószínű, hogy ott sem lesznek egyeztetések, habár ugye a Jászberény lakosai felé folyamatosan azt próbálják ők kommunikálni, hogy velünk egyeztetnek. Nem. Az, hogy ők elküldenek egy anyagot véleményezésre, az nem egyeztetés. Az egyeztetés, a közös munka az véleményem szerint az, hogy leülünk egy íróasztalhoz, és átbeszéljük, hogy mit kellene csinálni, nem az, hogy egy konkrét dolgot raknak elénk. Az interjú pillanatában még nem ismertük a kormányzat adóbefagyasztó rendelkezését, de a Mi Hazánk képviselője szerint a városvezetés ettől függetlenül sem fogja figyelembe venni javaslatait. Jászberény polgármestere hétfőn aláírta a helyi adókról szóló rendelet módosítását. A város pénzügyi helyzetéről, a rendelet módosítás hatásairól Nézőpont című riportműsorunkban fejtette ki véleményét Balogh Béla alpolgármester és Tamász Zoltán a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője. Az alpolgármester szerint Jászberénynek szüksége van plusz bevételre a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához. A frakcióvezető ezzel szemben jelezte, amint lehetőségük lesz kezdeményezik az adóemelés eltörlését. Véleményük annak fényében is tanulságos, hogy a műsor felvételét követően kedd este megjelent a helyi adószabályok módosításának tilalmáról szóló kormányrendelet. Eszerint a jelenleg hatályos adószabályokon jövő év végéig nem változtathatnak a helyhatóságok. Megpróbáltuk azt a határt megtalálni, azt a minimumot,
amire azt gondoltuk, hogy a szüksége van a város gazdálkodásának, és ez elfogadható mindenki számára. Jászberény alpolgármestere szerint azért kellett megnyitni a vitát és elvégezni az elemzéseket az adószabályok módosításáról, mert a város működtetéséhez és a gazdálkodás egyensúlyának megőrzéséhez szükség van a pluszbevételre. A város racionális gazdálkodásának kialakításán dolgoznak. Racionális gazdálkodásnak az útjára tértünk rá. Egy olyan gazdálkodásnak az útjára, amely figyelembe veszi a városnak a teherbíró képességét, és figyelembe veszi azokat a feladatokat, amiket el kell látni. Azt a fajta túlköltekezést, ami az elmúlt 9 évet jellemezte, és amelynek a következményét is hordozzuk, nagyrészt még a következő évben is, azt megpróbáljuk kisimítani, és úgy előkészíteni már a 22-es évet, hogy ilyen típusú problémákból már csak kevés maradjon. Az alpolgármester megítélése szerint a 2021-es esztendőt már nem az elvonások jellemezték volna. Az persze immár kérdés, hogy az elképzeléseket milyen mértékben írja majd át a miniszterelnök által jegyzett, december 1-én este megjelent a helyi adók módosításának tilalmát előíró kormányrendelet. A költségvetési egyensúly megőrzése továbbra is követelmény marad. Bizonyos fejlesztéseket, bizonyos döntéseket elhalasztanak, nem zárulják, hanem egy év, két év, vagy éppen olyan időszakot ki kell várni, amikor lehet többet költeni, akkor a fejlesztéseket vagy egyéb beruházásokat, amelyek nem szenvednek hátrányt vagy hiányt, akkor azt későbbre tesszük. Tamás Zoltán, a Fidesz helyi képviselőcsoportjának vezetője szerint eleve nem az adóemelésről kellett volna gondolkodni a város vezetésének. Szerintük inkább a vállalkozás ösztönzés, illetve a fejlesztések átütemezése könnyítheti a költségvetés terheit. A helyi adókról tegnap este megjelent kormányrendelet áthúzza a városvezetés terveit, de a Fidesz frakció eleve annak visszavonását tervezte volna. Nem támogattuk ezt az előterjesztést sem. Írásban is közölte a Fidesz frakció, hogy amennyiben lehetőség lesz, és a költségvetés tényleg úgy néz ki, akkor természetesen tehát visszavonhatjuk. Ha meg lesz a többség hozzá, tehát kell 8 szavazat. Tehát próbálkozhatunk, de én bízom benne, hogy a többség így gondolkodik. A város döntéshozóinak véleményét a város gazdálkodásáról, a pénzügyi lehetőségekről Nézőpont című műsorunkban tekinthetik meg. Adásunkat honlapunkon és közösségi oldalainkon érhetik el. Advent a készülődés, az ünnepvárás időszaka, de a kellő körültekintés hiánya, akár egy rosszul elhelyezett gyertya, egy magára hagyott mécses is tragédiához vezethet. A tapasztalat szerint ősszel és télen a lakástüzek száma megemelkedik térségünkben is. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság ezért kéri a lakosságot, hogy az ünnepek idején se feledkezzen meg a tűzbiztonságról. Egy hónappal ezelőtt Jászberényben a Szövetkezet út egyik társasházának negyedik emeleti lakásában lobbantak fel a lángok. Szerencsére a gyors beavatkozásnak is köszönhetően személyi sérülés nem történt. A katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint ősszel és télen sűrűsödnek a hasonló lakástüzek megyénkben is. Idén eddig 225 lakástűz történt, amelyben 10 ember megsérült, 4 pedig sajnos életét vesztette. A Jászságot sem kerülték el a káresetek. Az idei évben eddig 34 alkalommal kellett valamilyen okból adódóan ingatlant érintő tűzesethez vonulniuk a tűzoltóknak a jársági térségben. A lakásokban keletkező tüzek legfőbb kiváltó oka a tüzelőfűtő berendezések helytelen használata, a dohányzás és az elektromos szálak volt. Az, hogy emberi mulasztás, figyelmetlenség miatt tűz keletkezzen, sajnos advent idején még inkább jellemző lehet. Az első adventi gyertya meggyújtásával az elmúlt vasárnap megkezdődött az ünnepvárás időszaka. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos felhívni a lakosság figyelmét, hogy biztonságosan helyezzük el ezeket a koszorúkat, tehát arra is figyeljünk oda, hogy milyen helyre tesszük ezt az adventi tűzt, mivel könnyen bekövetkezhet ezáltal tűzeset a lakásban. Fontos még, hogy ezek a koszorúk alá, a gyertyák alá tegyünk olyan alátítót vagy tálcát, ami nem éghető. Érdemes odafigyelnie mindenkinek, hogy ugye az éghető anyagot ne kérdeljenek a gyertyák közelébe, mivel ugye ezek könnyen akár a koszorúkról, vagy bárhonnan az asztalról könnyen átterjedhet a környezetben lévő tárgyakra, a függönyökre, az ablakkeretre, és nagyon könnyen ugye
keletkezhet, illetve fontos odafigyelni a megfelelő minőségű karácsonyi égőknek a használatára is. A tapasztalat szerint az emberek egyre többet tesznek azért, hogy megóvják lakásuk biztonságát, de az óvatosság soha nem árt, és a szakemberek minden egyes alkalommal szeretnék felhívni a lakosság figyelmét a megnövekvő veszélyekre. Híradónk végén lássuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Nagyon örülök a kormány döntésének, hiszen Jászberény város vezetése egyszer már megsarcolta Jászberény lakosságát. 2021 év végéig minden települési adót befagyasztanak, így az adóemelés nem valósulhat meg Jászberényben sem. A város pénzügyi helyzetéről Nézőpont című riportműsorunkban fejtette ki véleményét Balogh Béla alpolgármester és Tamás Zoltán a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője. A tapasztalat szerint ősszel és télen a lakástüzek száma megemelkedik térségünkben is. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalon. Vigyázzanak magukra és egymásra, ne feledjék el hordani a maszkot, szakszerűen viselni, tartani a megfelelő védőtávolságot és minél gyakrabban kezet mosni. Minden jót kívánok! Stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.